Sziasztok, Miki vagyok, és most egy igazi különlegességet szeretnék nektek bemutatni. Hazánkban egyre elterjedtebbek a szabaduló szobás kalandok. Ezekben a legtöbbször pincékben berendezett csapatépítő élményekben, furábbnál furább feladmányokkal igyekeznek bentartani a játékosokat a szobákban. De mit szólnátok ahhoz, ha ki se kellene tenni a lábatokat azért, hogy átéljetek egy szabaduló szobás kalandot? A szabaduló pakli egy kis dobozba zárt szabadulószoba, melyben logikai feladványok megoldásával haladhattok előre egy kalandos küldetésben. Az összes szabaduló pakli gondosan felépített történeteket mesél el Rabasz kis feladataival, de ne aggódjatok, én spoilermentesen fogom bemutatni nektek az Időpróba című kalandot és a játék működését. Nyissátok ki a dobozt, és miután a paklit kicsomagoltátok a fóliából, ne nézzétek meg és ne keverjétek meg a lapokat, csak tegyétek az asztal közepére, és fordítsatok meg a legfelső lapot. Az első három lap elmagyarázza a játék működését, ami nem nehéz, csak kövessétek a kártyákra írt utasításokat. Valamint a játék helyszínét, tárgyaki laboratóriumát, tegyétek a pakli mellé mindenki által jól látható helyre. Miután megismertitek az egyszerű feladványokat, tárgyaki köszöntiteket. Mindig a kártyák felső, látható oldalán találjátok majd a feladványokat, vagy mint itt is, a sztori következő részét. A lapaján található parancsot mindig akkor teljesítsétek, ha a lapot elolvastátok és megoldottátok. Magyarázat közben Time Dokit egyszer csak elnyeli egy csapóajtó. Magatokra maradtok a sötétben a játék első, bemelegítő feladványával, ami most csak annyi, melyik gombot kell megnyomni a három közül ahhoz, hogy az összes lámpa felkapcsolódjon. Segítségként a gombok alatt egyszer találtok. Miután megbeszéltetek a választ, fordítsátok meg a kártyát és ellenőrizzétek a megoldást. Ez esetben a színelméletet követve a középső lila gombot kellett kiválasztani. A következő kártya a pontozólap, ami jelezni kell a játék kezdetét, illetve végét, és minden rosszul megtippelt feladvány után ide egy X-et kell írjatok. Az ezt követő két kártya segítségkártya. Ha a játék során bármikor elakadtok, ezeken tükörírással segítséget találhattok az összes feladványhoz. Tegyétek őket egyelőre a laboratórium mellé. Az utasítást követve színek alapján szedjétek szét a paklit négy részre anélkül, hogy bármelyik lapot megnéznétek. Ha ezzel megvagytok, írjátok fel a játék kezdetének időpontját, majd vegyétek le a függönykártyát minden egy pakliról, és kezdetét veheti a kaland. A pakliban további feladványokat és tárgyakat találhattok majd. A feladványokat mindig meg kell oldani, a tárgyokat pedig helyezzétek mindig a helyszín mellé, mert a későbbi feladványokhoz ezek hasznosak, sőt elengedhetetlenek lesznek. A játéknak akkor lesz vége, amikor minden pakli feladványát sikeresen, talán néha sikertelenül megoldottátok. Írjátok fel, mikor ért véget a parti, majd minden egyes hibát jelentő X után adjatok hozzá 5 percet. Ez lesz a csapatotok játékideje. A játékot 60-90 perces kalandnak tervezték, így ehhez mérve tudjátok értékelni a csapatotok sikerét. A szabaduló pakli tökéletes bevezetés lehet a szabadulószobás játékok világába. Persze nem kell mindig az időpróba laboratóriumával ragadnotok, hiszen minden egyes szabaduló pakli más és más témaköré építi fel a kihívásokkal teli kalandokat. London végóráiban 4 elrejtett bombát kell megtalálnotok és hatástalanítotok, míg a velencei melóban a csapattal egy jól őrzött kaszinót kell kirabolnotok. Vajon kifognak rajtatok a szabaduló paklik feladványai, vagy sikerül a ketyegő órával szemben diadalt aratnotok? Jó játékot kívánok!